Lakossági fórumra gyülekeztek a mohácsi Szőlőhegyen élők szeptember 18-án. A Fidesz helyi képviselőjelöltje várta őket. Úgy gondolom, hogy a Szőlőhegy ez egy olyan hely lett, hogy népszerűvé vált a városlakók számára, és nagyon sokan kiköltöztek. Úgyhogy az óvodán is azt láttuk, hogy az egycsoportos óvodából kétcsoportos lett 3 éve, úgyhogy olyan sok gyerek és gyerekes szülő jött ide a Szőlőhegyre, nagy örömünkre. A körzetben mintegy 800-an laknak. Jelenleg a köztéri biztonsági kamerarendszer kiépítését és a csatornarendszer bővítését szeretnék az itt élők elérni. Speciális csapat fogja kezelni a teljes kamerarendszert, és ezt ki fogjuk bővíteni. Erre nem kell sajnálnunk akár saját forrásból pénzt. A szennyvízrendszereket meg kell tervezni, és meg kell kezdenünk a kivitelezéseket. Ez egy komolyabb program lesz, tudjuk, hogy ennek költségvonzata is van, ezt pályázati pénzből szeretnék megtámasztani. Minden egyes ilyen hálózatot pályázati pénzből építettünk. A mohácsi Fidesz polgármester jelöltje is részt vett a fórumon. Pávkovics Gábor arról is beszélt, hogy jelenleg 46 fejlesztési program fut a városban, amit még Szekó József idején kezdtek el. Ez az út kerülhet veszélybe, ha a változást akarók nemzedékére szavaznak vasárnap, mondja a térség parlamenti képviselője. Ha vanra szavaz a város, akkor a baloldalt kapja meg. Azt a sikertelen baloldalt, aki 2010 előtt utoljára teljesen tönkretették az országot. Előtte meg jó néhányszor. Mitől sikeres ez a város? A Szekó Józsit méltattuk eleget. Nem lehet eleget méltatni. Attól sikeres a város, azért tudtak itt fejlesztések történni, mert önök 20 éve következetesen, legyen szó helyi önkormányzati választásokról, vagy országos választásokról, mindig egy irányba adtak felhatalmazást. A képviselő azt mondja, Mohácsnak 2,5 milliárd forintja van állampapírokban, 1,5 milliárd forint működő tőkéje. Ez vonzza a baloldali tömörülést. Mert ha ők erre rátenyerelnek, akkor ez a pénz nem ezekre a fejlesztésekre fog elmenni, mert egyrészt megvalósítani se tudnák őket, de nem is ez a cél. Ezt lehet másra használni. Ezeket az összegeket fel lehet használni abban az ideológiai háborúban, amit néhány városban már csinálnak, ami a kormány ellenében történik. Lehet ezt a pályát is választani. Érezhetjük mi magunkat mohácsiakra olyan erősnek, hogy majd mi neki megyünk a kormánynak. De hogy rajta veszünk, az egész biztos. Nem ezt az utat kell választani Hargitai János szerint, hanem azt az együttműködést, azt a kapcsolati hálót a kormányzattal, ami Mohács fejlődését szolgálta az elmúlt 20 évben. Ezt akarja most szétverni a gyűlölködő baloldal, akik még az elhunyt polgármestert is gyalázzák. Ezért kell megállítani őket szeptember 27-én, mondta a politikus.